Köszöntöm Önöket! Március 7-től egészen június elejéig Önök is megtekintetik a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeumban a fagylalt történeti kiállítást, ahol a jegyvásárlók egy gombóc fagyjárára feljogosító kupont is kapnak. Március 8-án nyílik Nógrád megye nyugdíjasainak kézimunka kiállítása a Balassi Bálint megyei könyvtárban, amely a tavasz virágai nevet viseli. Ha Önöket is érdekli a kiállítás, látogassanak el a könyvtárba ezen a napon. Akik viszont aktívabb mozgásra vágynak, azok részt vehetnek a Zöld út természetjáró egyesület 15 kilométeres túráján március 9-én. Nőnap alkalmából Ladies Night Partyt rendeznek a Pásztói S-klubban szintén március 9-én. Ez a parti azonban egy kicsit más, mint ahogyan ezt megszokhatták. Éjfélig ugyanis kizárólag nők léphetnek be a szórakozóhelyre. Bent pedig csipendélfiúk, édességek és welcome drink is várja a hölgyeket. Aki tehát szereti az ilyen partikat, látogasson el az S-klubba. Március 13-án a Salgó-Tarjáni Szimfonikus Zenekar, musical és filmzene című koncertjén vehetnek részt a Salgó-Tarjáni József Attila Művelődési Központban. Ugyancsak ezen a napon a Szerda Társaság Irodalmi Kávéház estjén is részt vehetnek a Salgó-Tarjáni Stécé Kávéházban. A mostani beszélgetésre az Erdélyi Várad című folyóirat szerkesztőségét hívták meg. A beszélgetőtárs Kőrösi P. József. Szintén március 13-án 17 órától ingyenes zumba órát tart a II. János Pál pápa katolikus általános iskolában Orbán Péter. És most mozi. Elsőként a gyerekeknek kínálunk egy remek filmet. Az apróságok március 10-én a Bátony Terenyei Szekonda Kázában egy mozi délután keretében a Táncoló Talpak második részét nézhetik meg. És most jöjjenek a felnőttek. Március 7-től Önök is megtekinthetik az Óz, a hatalmas akciófentezit, illetve a Lincoln című életrajzi filmet a Salgó-Tarjáni József Attila Művelődési Központban. Döntsenek bármelyik program mellett, kellemes kikapcsolódást kívánok! A műsorvezető sminkjét Bárány Kinga készítette. A műsorvezető haját az Edit Szépségszalon készítette. Bátony Terenye, Ózdi út 68-70. A műsorvezetőt a Neodiba öltöztette. Bátony Terenye, Ózdi út 72.